Sziasztok, Bálint Erika vagyok, a Tapéta Karnés Kft-től. Ma ezt a kis ikás fellépőt fogom lefóliázni, mégpedig úgy, hogy a lábait nem, csak ezt a két felső részét, tehát ezt a felső nagyot, illetve ezt a kis fellépő részt. Ehhez már elő is készültem. Természetesen itt van ez a vágóalátét, amin dolgozni fogok. Hoztam kétféle szikét, egy simítót, egy fémvonalzót, és természetesen egy fóliát. A Geckofixnek ezt a kis színes fóliáját választottam most. Mivel nem akarom az egészet lefóliázni, úgy gondolom, hogy csak így tényleg erre a két vízszintes részre nyugodtan mehet egy ilyen kis mozgalmas minta. Amit először fogok csinálni, majd itt, ami fontos lesz, és azért választottam ezt a munkát, hogy itt a sarkoknak a fóliázását is jó közelről meg tudjátok nézni. Először is ugye megnézzük, hogy mekkora fólia kell ide. Itt rá fogom majd hajtani mindegyik oldalára. Egy kicsit ezek itt ilyen csapottak. Úgyhogy itt nem is gond, de itt alul, mivel itt nagyon pici a behajtási hely, biztos, hogy itt nem fog annyira ráfeküdni erre a kicsi részre, úgyhogy vagy behajtom, ha sikerül, de itt biztos, hogy nem ennél az alsónál, mert itt még annyi hely sincs, vagy lehet, hogy csak így idáig fogom vágni, majd ezt meglátom. Megnézzük akkor, hogy mennyi fóliára van szükségünk. Így elég lesz a 45 centis szélesség, mert ez itt így 37,5 cm, még hogyha rátesszük ezt a 2 cm-es vastagsága van ennek a lapnak, tehát hogyha 38-ra rátesszük a 2-2-t, akkor is a 45-ön belül vagyunk. Úgyhogy a szélessége az egyszer jó. Itt van egy 24 és felesünk, akkor kell arra az oldalra is 2, az 26,5, ide is kell legalább 2, az 28,5, de igazából ezeket be tudom majd hajtani ide alulra is, úgyhogy azt hiszem, hogy 28,5, még ide egy jó 1-1 centit be lehet hajtani. Szerintem egy 31 centit fogok vágni. Ugye a DC Fix fóliánál, de a Gekkonál is az a jó, hogy tök jól be vannak ezek jelölve, rovátkálva. Egy ilyen kis kocka általában 1 centit jelent, illetve nem általában, mindig 1 centit, és akkor itt be is vannak írva a számok is. Ez most speciál, ugye 35-től indul, ez a 40-es, de ez nekünk mindegy is. 31 centit mondtam, az a lényeg, hogy a 45-ösnél van az első 10 centim, 10, 20, 30, és akkor 31-et akartam vágni, akkor ide teszem a vonalzómat, és végigvágom. Jó, és akkor utána ezt, igen, mindig úgy kezdjük ugye a fóliázást, hogy szétválasztjuk. Ez van, amikor gyorsabban sikerül, van, amikor lassabban. Tehát elválasztjuk a hordozó rétegtől. A teljes szélességében egy kicsit visszahajtjuk. Én ezt a lyukat is most be fogom fedni, utána megpróbálom majd úgy megcsinálni, hogy hajszárítóval picit ezt a szélét rámelegítem, amennyire lehet, és belülre is fogok tenni fóliát. Itt, amikor elkezdjük, ugye azt mondtam, hogy itt szeretném behajtani, tehát hagynom kell itt annyi helyet neki. Ezt akkor nézem én is, hogy is állunk vele, és megpróbálom ugye úgy rakni, hogy egyenes legyen, és ne menjen utána, amikor húzom, akkor így felém jöjjön majd, és ne menjen el így oldalra. Mondjuk ez most egy nagyon kicsi felület, tehát itt ez nem szokott annyira problémát okozni, de amikor az ember csinál egy nagyobb szekrényajtót, vagy bármi mást, ami azért ettől nagyobb,
akkor tudnak meglepetések lenni, amikor húzod a fóliát, és egyszer csak az egyik oldalon elfogy. De itt most ez tényleg egy nagyon, nagyon kicsi rész, úgyhogy itt biztos, hogy nem lesz ilyen. Azért választottam egyébként ezt a fóliát, egyrészt azért... Igen, hát kicsi lett. Vagy én mértem el, Jó, akkor nem lesz behajtva. Kicsit vágtam le, de csak itt jó, az elején végigér, és itt is végigér. Oké, valamit elszámoltam, nem jó méretet vágtam, de akkor legfeljebb nem lesz visszahajtva alul, hanem csak le lesz vágva itt majd az élénél. Így is elég. Jó, tehát azért választottam igen, ezt a fóliát, mert ennek van egy kis rücskössége. Így lehet hallani. És annak idején, mikor én ezt a fellépőt vettem, akkor még azt mondta az IKEA, nem tudom, hogy most is ez van-e még érvényben, de akkor azt mondták, hogy ne fessük le. Ez így biztonságos, hogy nem ilyen csúszós a felülete. És ehhez tartottam is magam, de úgy gondolom, hogy ha ezt a fóliát teszem rá, ez egy icipicit azért csúszásgátlós, de most már azért ügyesek vagyunk, és csak nem fogunk leesni róla. Na, jó. És akkor most jöjjön ez a sarok. Kicsit lejjebb is engedem. Így. Jó. Tehát, amikor sarok van, ugye most így néz ki, akkor annyit csinálunk, hogy itt a saroknál elvágjuk. Ezt a legjobb, hát vagy a vonalzó, vagy pedig a simító éle mentén. Így vágunk egyet, és a másiknál is. És amikor ezt elvágtad, akkor annyit csinálsz, hogy behajtod mind a kettőt. Itt ez nem olyan szép, hogy túllóg, és nincs is rá szükségünk, úgyhogy ezt el lehet vágni kicsit így gérben. Itt is, a másikat is. És levesszük, és tehát így néz ki most, és akkor ezt pedig felhajtjuk rá. Így megfordítom. Jó erősen ráhúzom, és lesimítom. Jó, a felesleget pedig levágom a snitzerrel. Így neki kell kicsit támasztani az alsó résznek, és akkor szépen végig lehet vágni. Ugyanezt megcsinálom itt a hátsó részen is. Jó. És akkor így ilyen lett egy sarok. Jó, nézzük akkor itt a másik oldalt. Itt ugyanúgy megcsinálom akkor, hogy ide rakom a vonalzót, és elvágom. Ezzel egy nagyon szép sarkot lehet létrehozni, ugye nem látszik ki sehol az eredeti anyag. Így. Jó.
levágjuk a fölösleget. Kicsit nehéz így hozzáférni, de szeretnék lehetőség szerint egyeneset vágni, azért rakom oda a simítót. Jó. Tehát most ilyen. És akkor erre megint csak rá fogom ezt hajtani, és akkor ugye itt ez teljesen befedi, ha pedig ezt rárakom, akkor gyönyörű szép éle lesz. Jól rá kell húzni, hogy feszesen kisimuljon. Jó. Mivel a többi részen levágom, én itt is levágom, ha bár itt lenne ugye hely, ahol visszahajtom, hát tud így rátámasztom, és így húzom végig. Jó. Jó, megcsinálom itt elől is ugyanezt. A kezdet egy picit nehéz szokott lenni, igen. Jó. Így. Úgyhogy meg is vagyunk mind a négy sarka. Ennyi volt. Látszik. Jó. És akkor most annyit fogok még csinálni. Visszaemelem a kamerát, mert... Itt ugye ezeknek van egy lyuk, amivel meg lehet fogni. Ezt megpróbálom úgy megcsinálni, hogy továbbra is meg lehessen fogni. Ehhez először is, ezt alulról is lehet érzékelni, tehát ki tudom rajzolni itt az ujjammal, ugye, hogy hol van a lyuk. A közepére csinálok egy bevágást. A két széle az kb. Itt van. Itt a két széle, és akkor a bevágás az körülbelül itt van. Csak egy picit szeretném majd behajtani, nagyon nem lehet, ezt a 2 centit nem fogom tudni behajtani, mert annyit nem nyúlik a fólia, de azt szeretném, hogy egy picit ráhajoljon, 1-2 millimétert legalább, és utána körbe pedig beteszek egy másik anyagot. Ehhez elővettem egy hajszárítót, fel fogom jól melegíteni, és akkor ahogy ilyen lágyabb lesz, akkor egy picit jobban lehet majd alakítani. Egy picit itt bevágok, hogy ne feszüljön, és utána megpróbálom ráigazítani. Ilyenkor el is vékonyodik egy kicsit a fólia, úgyhogy a hajszárítózással azért nagyon óvatosan kell bánni. Nem szabad akármikor hajszárítózni, tehát nem mindig könnyíti meg a helyzeted, de vannak olyanok, amikor ezeket az íveket csinálod, hogy tényleg nem lehet másképp megoldani. De mindig számíts arra, hogy azért ez tényleg el fogja vékonyítani egy kicsit a fóliát. Még itt egy picit megmelegítem. És akkor utána, hogy majd körbe ide rakok még egy másik darab fóliát, azt a kicsi részt is ott fogja tartani, ami most esetleg szeretne feljönni. Úgyhogy mindjárt vágok egy 2 méteres
részt, és azzal fogom ezt lesimítani, oda szorítani. Azért is választottam ezt a kis fellépőt, mert ez az IKEA-nak egy elég jó kis terméke, és szerintem nagyon sok háztartásban van, és szerintem másoknál is előfordulhat, hogy így megcsúnyult, mint nálam, de itt már azért két gyereket kiszolgált, elég sokat ücsörögtünk rajta, és tényleg lefesteni nem mertük. Akkor vágok itt egy 2 centis sávot, megnézem, hogy ide mekkora kell majd belőle. Körülbelőle, mert ugye egy kicsit majd ott nyugodtan egymásra egymásra ragaszthatom, az ott nem lesz probléma. Jó, tehát így állunk most. Arra kell majd figyelni, én úgy gondolom, hogy nem szabad kihozni egész ide a tetejéig ezt a fóliát, mert ugye mindig, hogyha olyan részen fogjuk, ahol érezzük a fólia szélét, ott azért hajlamos lehet arra, hogy hamarabb elválik. Úgyhogy azért is hajtottam be itt a tetejét, hogy majd egy picit itt lentebb kezdhessem az egészet. Remélem, hogy sikerül is úgy megcsinálni. Hát, ez a szétszedés, ez mindjárt megvan, igen. Jó. Úgy fogom kezdeni, hogy nem itt a hajlatba semmiképpen, szerintem az nem jó. Tehát elkezdem valahol itt a hosszabbik rész közepén, és ugye egy picit lentebb kezdem, mint ahol majd ugye megfogom. És jól oda kell simítani. Ugye ez fogja ott megfogni a másik fóliának is a szélét. Jó, ezt egy picit tudod igazítani, hogy mennyire érjen föl vagy le. Már úgy, hogy itt mennyire lógjon ki a teteje. Jó, na mindjárt megvagyok. És mivel 2 centit vágtam, így alul biztos, hogy kilóg, mert ugye ennek az egésznek a vastagsága a 2 centi. De biztosra akartam menni, úgyhogy mindjárt megfordítom, és akkor levágom a felesleget. Itt egy picit. Hát nem, nincs is. Jó. Oké. Hát akkor ilyen lett a teteje, úgyhogy ezt már meg lehet fogni, és ugye nem lóg ki, tehát egy picit egy-két milliméterrel, kettővel lejjebb raktam a belső ívet, mint ahogy itt a teteje van. Úgyhogy ezzel megvagyunk, és akkor most nézzük meg még ezt a részt. Itt ugye ami nehézséget okozhat, hogy itt van egy bemélyedés, de nem esünk kétségbe. Mindjárt lemérem. Ez itt 13 centi, hozzáadjuk itt a kettőt, az 17. A szélessége az viszont 42, ugye ez alap, ez szélesebb, mint a felső. Ide elég volt a 45 centi széles fóliánk, úgy, hogy még jobbra-balra rá tudtam menni az élekre. Itt viszont, mivel ez már így 42, így pont kevés, mert 46 kellene, ez pedig ugye 45-ös a fólia. Ezért én levágtam már egy 50 centit a fóliából, és a felesleget azt már le is tettem róla. Az a lényeg, hogy itt most van egy, mindjárt mondom nektek, van egy körülbelül 27 centiszer 50-es darabom,
és ezt fogom ide rakni. Most ahhoz, hogy itt ezt jól meg tudjuk csinálni, én nem vágom ki előre, elkezdem innen felsimítani, és majd, hogyha odaérek, akkor azt ott megoldjuk. Mindjárt mutatom, hogy hogyan gondoltam. Akkor itt újra szétszedjük ugye a fóliát. És a hosszabbik oldala mentén fogom megkezdeni a hordozó réteggel. Kicsit visszahúzzuk. Jó. Oké. És most itt így fogok elindulni. Itt ugye figyelek, hogy ezt befedjem, ezt a részt. Behajtani egy fél centit lehet szerintem, vagy egy centit, úgyhogy túl sokat nem kell ráhagyni. Majd arra figyelek. Mindenképpen meg kell nézni, hogy egyenes legyen az egész. Lesimítjuk, és a szokásos módon elkezdjük simítani. Két oldalra is, és egyszer csak ugye ide érünk a lábakhoz. Akkor én úgy fogom csinálni, hogy ide teszem a simítót, és a simító mentén fogom elvágni. Ezt lehet látni, hogy hol van itt a széle. És azt fogom én is követni. Egy picit hosszú itt ez a rész, azt lehetett volna rövidebbre hagyni, és akkor most biztosabban mennék, de így is jó. Jó. Remélem lehet látni, hogy mit csinálok. Jó. Tehát az a lényeg, hogy ide elértem. Itt ezt felhajtom. Ide teszem a simítómat, ugye a láb vonalába, mert oda kell majd behajtanom a fóliát, és ott elvágom. Így. Jó. Ugye a hordozó réteget is vágni kell, ha az nem szakadt el, akkor utólag vágjuk. Jó, itt egy picit bepuklisodott, azért visszahúztam, de már ki is ment alóla. Jó, és akkor itt jól oda nyomom, nagyon egyszerű, itt ugye adja magát, hogy hol kell vágni. Is. Még picit lesimítom. És akkor most megint jöhet majd a sarok. Ugye a sarok miatt csinálom igazából, hogy azt lássátok, hogy hogyan kell. Még ezt itt visszahúzom.
hogy ne lógjon. Jó, tehát itt ezt húztam itt vissza. És akkor itt le kell vágni a fölösleget. Inkább így, hogy ne vágjam túl rövidre, mert így akkor fel tud feküdni itt erre a részre is. És akkor nézzük a sarkot. Ugye, itt vagyunk. Akkor ide teszem ugye a vonalzót, és a vonalzó mentén tudom vágni, csak vigyázz az ujjadra alul. Ezt ide behajtod. Aztán vágsz bele egy kis gért. Ezt levágjuk itt, ezt a fölösleget. Egyelőre így. És akkor utána ezt csak simán ráhajtod. Jó, itt elég sok maradt, túl nagy darabot vágtam, de semmi gond, ide ráhajtjuk. Itt adja az élét, hogy hol kell elvágni, úgyhogy itt nagyon könnyű. Csak az ujjatokra mindig vigyázzatok. Jó. És akkor itt ezt is vissza lehet hajtani. Ez egy picit hosszú lett, de ha szépen ráfekszik, nem lesz gond. Jó, meg lehet húzni, hogy jó kis feszes legyen. Itt levágunk belőle, mert ez itt nem is fér el. Oké. És akkor van még egy sarkunk. Ugye itt vagyunk, a szokásos módon oda teszem a vonalzót, és szépen végigvágom. Jó, behajtom. Kicsit elmozdult, csúszik itt a vágólapon a kis szék. Jó. És akkor itt pedig, hát tulajdonképpen itt is egy ilyen pici sarkot csinálunk neki, úgy, ahogy eddig is, elvágom és ráhajtom. De igen, itt levágom ezt az élt, mert erre nekünk nincs szükségünk. Jó, és itt ez egy picit így jön ez az él, ez nekem nem lesz jó, mert akkor oda fog kimenni. Úgyhogy itt vágok egy picit belőle. Így. Jó. Felhajtom.
ezt ide be az élbe. Tehát ilyenek lettek a sarkok. Jó, tehát igazából ugye egyszer végigvágtuk, és akkor utána két hajtás volt. Jó, szóval ez volt a Geckofixnek ez a kis színes fóliája. Fel fogom majd rakni a itt az élő alatt posztban, hogy ez pontosan melyik volt, és csinálunk rá egy kupont, egy 10%-os kupont, hogyha tetszett, akkor tudtok vásárolni belőle. A mai élő ennyi volt. Keressetek minket, iratkozzatok fel a csatornánkra, már fent vagyunk a TikTokon is, ott is próbálunk egy-két érdekes tartalmat megjeleníteni. Mindenképpen hírlevélre érdemes feliratkozni, mert az igazi kuponok ott megjelennek. Sziasztok!